Nagy örömmel vették birtokba a szekszárdi óvodások az új ovifoci pályákat, ahol a nevével ellentétben nem csak a labdarúgást, hanem szinte valamennyi sportágat gyakorolhatják a kicsik. Ilyen vagy ehhez hasonló pálya mára az összes szekszárdi központi óvoda és iskola udvarán található. Év végére viszont már az is elérhető lesz, hogy a fiatalok iskolaidőn kívül is hasonlóan jó körülmények között sportolhassanak. A város a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programjában 4 darab grundméretű, 14×26 méteres pálya építésére nyert lehetőséget, amit a közgyűlés jóvá hagyott. Ez pár millió forint 10%-os önerőt igényel, gyakorlatilag ezt a költségvetésünkbe tudjuk építeni, és úgy igyekeztünk elosztani ezeket a pályákat, hogy a város valamennyi területéről könnyen elérhető legyen. Reméljük, hogy ezekkel a beruházásokkal, fejlesztésekkel is az infrastrukturális feltételeit legalább megteremtjük annak, hogy minél többen mozogjanak és sportoljanak, újra járnak ki a fiatalok focizni ezekre a pályákra. A tervek szerint az Energia Park területén, a Körösi Csoma Sándor utcai játszótéren, a Zöldkert és a Béri Balogádám utcákban épülhet fel egy-egy létesítmény. A városnak az önrész mellett az előkészületi munkákat kell állnia, valamint az üzemeltetést biztosítani. Előreláthatólag év végére már megépülhetnek a pályák.